A valamikori délvidéki találkozókról készült videókkal és fényképekkel emlékeztek az egybegyűltek az elmúlt 20 évre. Vajdaságban mintegy 28 településen van jelen a háló, amelynek tagjai egy összetartó közösséget alkotnak. A gyerekek olyanokkal ismerkednek, akik hasonlóak, mint az ő családjaik, és így valóban igazi, őszinte barátságok fonódnak össze, és a családok megmutatkozott ez ugye az évek során, amikor valaki gondba van, bajba van, egymásra gondolunk, megpróbáljuk egymást támogatni, vagy imával erősíteni. A délvidéki háló az elmúlt 20 évben mintegy 168 rendezvényt tudhat maga mögött. Tehát itt gondolok a találkozókra, lelki gyakorlatokra, zarándokutakra, természetjárásra, képzésre, portyákra, és tábort is szerveztünk a délvidéki háló bogozói. A háló egyik legfontosabb célja, hogy a kárpát-medencei katolikus közösségek egymással szoros kapcsolatot alakítsanak ki. Tulajdonképpen az elmúlt egy-két évben nem járattam itt, de tulajdonképpen nagyon sok olyan régi baráttal találkoztattam, akikkel szinte mindegy ilyen nagy családba érezhetjük magunkat, és ezek a személyes kapcsolatok révén hát sokan kaptak hivatást, különböző területeket, a hálónak vannak munkacsoportjai. Például csak egy érdekességet említek, hogy például a Kárpátalja nagyon fontos volt, hogy segítsük az ottaniakat a munkahelyhez jutáshoz. A katolikus közösségek Kárpát-medencei hálózata magyar kezdeményezésű keresztény ihletésű mozgalom. Magyarországon jött létre 1990-ben, míg délvidéken 1997-ben indult útjára.